A Future Talks vendége Szinetár Miklós rendező. Üdvözlöm, Miklós, nagyon örülök, hogy itt van nálunk. Nem olyan régen volt a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémián a szék foglalója, amikor taggá választották, és hát elképesztően izgalmas beszédet mondott, aminek nagyon jó sajtóvisszhangja volt, mert mindenhol lehetett olvasni. Úgyhogy én töviről hegyire elolvastam, és azt gondoltam, hogy hát ez milyen érdekes, hogy itt a múlt meg a jelen elemzésén keresztül, meg a múlt idézésen keresztül van egy jövőkép, amit szeretne megmutatni a fiataloknak, köztük a saját unokáinak, akiket nevén is nevezett. És volt benne egy Seneca idézet, ami így hangzik: senki sem szerezheti meg mindazt, amit akar. Azt azonban megteheti, hogy ne kívánjon olyat, ami lehetetlen. És ami a rendelkezésére áll, azt vidáman használja fel. És akkor az jutott az idézet kapcsán az eszembe, hogy 90 éves, most már több mint 70 éve van a pályán, és vajon mennyire volt tudatos abban, hogy ez szerint, a Seneca idézet szerint éljen és döntsön a saját életével kapcsolatban? Hát annyiban mindenképp, hogy ami rengeteg mindenről elevele mondtam. Az mit jelent? Hát például azt jelenti, hogy nyaraltunk a feleségemmel Jugoszláviába, és összetalálkoztam egy tanítványommal és a feleségével. És hát együtt vacsoráztunk, nagyon aranyos volt, és elmondta nekem, hogy na hát, szóval tegnap lent a tengerre láttunk egy csodálatos jachtot, ment, és ott állt a pasas, a tulaj, és kifelé, hát egyszerűen ezt kell kérni nekem. És akkor én ott arra gondoltam, hogy ott akkor én már egy Kossuth-díjas vezető, rendező volt a Magyarországon, nekem soha nem lesz jachtom. És ebben eszembe nem jutott, hogy hát hogy mondjam most, hogy ad abszurdum, hát én tudom, hogy én pápa soha nem leszek. Úgyhogy azt hiszem, hogy az emberi életnek az egyik segítője az, hogyha nem tűzünk magunk elé olyan célokat, amik elérhetetlenek. Igen, de azt ki mondja meg egyébként, hogy elérhetetlen, mert most már lépten nyomon azt lehet hallani minden önképző körtől, önmagukat gurunak nevező valakiktől, hogy az lehetsz, amit akarsz lenni, azt éred el, amit csak megkívánsz, és magad elé vizualizálod, és akkor az megtörténik. Hát ön ennek meg pont az ellenkezőjét mondja. Jó, hát ez, hogy mondjam, ez is igaz. Ez igaz, hogy jó, hogyha az emberek előtt vad célok vannak, mert az hajtja őket, meg viszi őket. De hát ez bennem mindig megvolt. Elmondok erre egy példát, amikor engem a kollégám erkölcstelennek nevezett, és lehet, hogy neki is volt igaza. Szegedi szabadtéren rendeztem. És egy másik kollégám egy másik este volt darabja, nem mondom a nevét, és jött az eső. Nagyon ritkán jön Szegeden. Még azt is pontosan tudtuk, hogy honnan jön, hogyha ott a bal torony följön, akkor az nem fog elállni. Jött az eső. Indult volna a próba este 8-kor, jött az eső. Ment az eső, és este 10 volt, és még mindig esett. És akkor már minden átházott, és akkor 10:45-kor azt kérdeztem, hogy kérdezzék meg a meteorológiát. És a meteorológ azt mondta, hát még legalább 2 órát esik. És akkor azt mondtam, jó, akkor menjünk el a Hágiba sörözni. Kész, pász, ennyi. A kollégám azt mondta, ez egy erkölcstelenség, én itt maradtam volna, várom, hogy az is egy magatartás. Annak is eredményes tud lenni, én nem így éltem az életemet. De mi az, amit egyébként látott magában mondjuk így a horizonton, hogy na ezt el tudom érni, és ezért küzdeni fogok, mert ehhez megvan bennem a képesség, megvan bennem a tehetség? Hát ez mindig a helyzet megítélésének a kérdése. Nézd, egy másik szintén magamról szóló anekdóta, hogy már operaigazgató koromban egy idősebb, nálam is idősebb kollégám kért tőlem egybe, hogy beszélgessünk, valamiről akar velem beszélni. Jó, holnap 10-re várlak. Bementem az irodámba, 10 perccel, ő már ott ült, és a feje már ökölbe volt szorulva. És már izgatott volt, és akkor bejött 10-kor, a szobámban leült, és akkor én azt mondtam neki, te, szeretnék valamit előre bocsájtani. A te konfliktus szükségleted 100, az enyém 0, parancsolj. Mert soha élete, én utáltam mindig a veszekedést. Családilag, nagyon, gyerekkoromban nagyon sokat veszekedtek körülöttem.
Szóval egy életre megutáltam. Én nem szeretem a veszekedést. Konfliktusokba nagyon is belemegyek, sok konfliktusba belemegyek, ha tétje van. Tehát a valódi dolgokért, valódi harcokat azt vállalni kell. De csak azért, hogy fortyogjak, hogy fel legyek háborodva, hogy én, nekem nem hiány, van akinek hiányzik. Egy nagyszerű énekes egyszer az operába állt kint a színfalak mögött, és veszekedett dühötten a kellékessel. És azt mondtam, mondom, hát 5 perc van, be vagy a színpadon, énekelni fogsz. Azt mondta, ez nekem kell, ez nekem kell. Na most ilyen van. Ez is egy alkat. A másik is egy alkat, én egy másik alkat vagyok. Jó, de ez alkat kérdésre. Ez annak a kérdése, hogy egyébként vezetőként hogyan tud működni. De az vajon benne volt a gondolkodásában, hogy magából lehet vezető? 22 évesen már rendezett, Honti Hannát rendezte a Csárdás királynőben, tényleg a kornak az óriási sztárja, aki egyébként még ráadásul komolyan is vette magát, szerintem az is nagy dolog, tehát hogy 22 évesen fiatal rendezőként valaki odaállhat a színpadra és instruálja Honti Hannát és a művésztársakat. Tehát hogy honnan gondolta azt, hogy lesz ebből valami olyan kifutás, hogy aztán az opera, a tévé, az operet, a Petőfi Színház is még sorolhatná? Nem tudom, eszembe se jutott. Azt kell mondanom, hogy így alakult. Így alakult, csak az hozzáadható, hogy az élettel el kell fogadni az adottságokat. Szóval nekem az egy alapfilozófiám, hogyha esik az eső, avval is kell tudni élni, ha süt a nap, avval is. Egyikkel se szabad erőszakoskodni. Tehát akkor lehet, hogy a magas sikerének, akár a szakmai, akár a magánéleti siker, mert azért mondjuk ki, hogy az is egy nagy siker, hogy valaki már 50 éve van együtt a feleségével, az a titka, hogy nem akart semmit sem megveszekedette, hanem csak élt a lehetőséggel? Hát így is lehet mondani, de hát rögtön visszakanyarodnék oda, hogy ez a siker nagyon relatív. Én annak tartom, én nagyon sikeresnek tartom a saját életemet, és sokan annak tartják. De hát ezt lehet nagyon sikertelennek is nézni, összehasonlítva sok mindennel. Hát nincsen nekem akkora nemzetközi nevem, mint sok más magyar alkotónak. Nem jutottam én olyan helyzetbe soha, mint sokan mások Magyarország. Sose volt annyi pénzem, mint sosekra. Szóval ez egy vitatható dolog, hogy ez én sikeresnek éltem át. És nagyon sokan sikeresnek látják. De ez, hogy mi sikeres, mi nem, ez már önmagában is egy nagyon, nagyon vitatható dolog. A másik pedig az vitathatatlan, hogy mindig úgy éltem meg, szóval én, amit ebben a tanácsok is benne van, hogy nagyon-nagyon igyekeztem mindig valamit megcsinálni, elérni. De ha nem sikerült, akkor nem sikerült. Ezt én nagyon fontosnak tartom. Szóval én azokat tartom szerencsétlen embereknek, akik ha valami nem sikerül, akkor abba belehalnak. De mi egyébként a idézőjeles túlélési stratégiája? Tehát valami nem sikerül, akkor hogy tudja magát ezen túltenni? Hát úgy, hogy egy következő célt tűzök ki magam elé. Szóval az nagyon fontos. Úgy nem megy, hogy egyszerűen föl helyette valaminek kell lenni. Helyette valaminek kell lenni. Na menjünk bele ebbe a bizonyos, mert 12 pontot fogalmazott meg az unokák kvázi okulására, hogy mire fókuszáljanak az életük során. És hát mi... ez az én életfilozófiámnak egy ilyen összefoglaló. Jó, hát én úgy éreztem, hogy az ember elmúlt 90 éves, akkor megengedheti magának azt, hogy így ilyen tanácsokat adjon az unokáján. Úgyhogy vettem a bátorságot és leírtam. Én arra vagyok kíváncsi, hogy egyébként ezeket a tanácsokat, amiket az unokái számára megfogalmazott, hogyan követte. Tehát mondjuk például az első pont az volt, hogy becsüld meg a tested. Maga például hogyan tette és hogyan teszi? Kérem szépen, egy életen át mindig tornáztam. Hadd áruljam el, hogy ma is minden reggel 22 percig van egy torna gyakorlatilag, ezen kívül még hetente 2-szer van nagy tornám, mindig jártam úszni, most még mindig járok úszni. Szóval én nagyon fontosnak tartom azt, nagy, soha életemben nem drogoztam, világéletemben szerettem a bort, de sose rúgtam be.
Sose rúgat be? Hát berúgtam, szóval volt olyan, azért persze volt olyan, de nem rendszer, szóval nem voltam alkoholista soha. Miközben nagyon szerettem a bort, de nagyon szeretem, és mai napig nagyon szeretem. Jó, hát ezek ilyen közhelyek, a mérsékletesség, mondom idézőjelben, mint, de nem az, hogy szereted a testedet, én nagyon-nagyon fontosnak tartom a test karbantartását. Tehát az, hogy az ember tornázzon, ússzon, sétáljon, mozogjon, hegyet másztam sokat korábban. Szóval erre én mindig sokat adtam. De egyébként az úszodában nem, azért jó, értem, hogy a testmozgás az fontos, és szeretett úszni, de hát azért a legendák szerint az úszodában nem csak azért ment el sem maga, sem a kortársai, mondjuk a művészvilágból, hogy ott együtt edzenek, hanem hogy kicseréljék az aktuális híreket és pletykákat, és hát valahogy képen. Az a Lukács úszodában volt, de hát a kettő összefért, nálam összeférte. Nem, hát voltak, akik csak a zuhanyba jártak. Vitathatatlan, hogy voltak, akik a Lukácsban a zuhanyba jártak. Ezt hívták zuhanyhíradónak, tehát hogy ott ment az információ átadás. Hát ott óriási dolgok voltak, hát ez a nagy híres anekdóták, hogy zuhanyozik két pasas, és az egy mesztelenül bent az egyik nézi a másikat, és azt mondja, nem vittem én a maga képét május 1-én? Mert hogy egy olyan volt. És vitte, hát mit lehet mit tenni? A második pont volt, és azért ez szerintem egyébként az elsővel nagyon-nagyon összefügg, hogy vigyázz a jó lelki közérzetedre. Hogy lehet vigyázni a jó lelki közérzetére valakinek, és mondjuk most akkor megint vonatkoztassuk ezt magára, aki azért nyilván egy stresszes környezetben dolgozott egész életében, és hát nyilván azért lehet, hogy kerüli te a konfliktusokat, ahogy ezt már említette, de hát azért voltak ott konfliktusok maga körül. Bőven voltak. Nézd, nagyon fontos, számomra nagyon fontos. Talán ezért tudtam eltölteni ilyen sok időt. Az embernek legyen jó a lelkiismerete. Szóval ez nagyon fontos, hogy hát én nem tudnék úgy aludni, hogyha valakinek úgy ártottam volna, hogy annak nincs értelme semmiért, csak azért, mert én fitogtatom a magam hatalmát. Egyáltalán, szóval a hatalom, mint olyan, tudja megint ez a reklám helye, magamról mondok el egy történetet. Tanítottam filmrendezőket. És hát az egyik filmrendező mind elhozott vizsgafilmeket készítettek, és hát velem konzultáltak. És eljött hozzám az egyik, és hozta a könyvet. És mutatta nekem, ezek kis rövid jelenetek voltak, hogy azt mondja, mi a tanár véleménye, hány nap alatt lehet ezt leforgatni. Megnéztem, elolvastam, és azt mondta, hogy nézze, ez az én becsésem szerint 5 nap. De ha a rendezőt is eljátsza, akkor 7. Na most én nem játszottam el soha a rendezőt. Nem tulajdonítottam annak fontosságot, hogy bejöjjek, és akkor mindenki érezze, hogy én ott vagyok, valakire rákiabáljak, a másikat megalázzam, a harmadiknak kacagjak. Szóval ez tőlem idegen volt. Ez tőlem mindenki, és nagyon utáltam. Szóval én ezt az úgynevezett rendezői színházat is a maga módján nagyon utáltam. Nagyon utáltam, és amellett hát úgy éreztem sok helyen, hogy hát az ma is ellentmondásos. Mindig mondtam, hogy annak idején voltak ezek a magyar urak, akik hát életüket, vérüket lázadtak a császár ellen. Ők maguk voltak a forradalom és a magyar szabadságharc. Ezen kívül a jobbágyaikat deresre húzták. Na most ezek a rendezők, akik a szabadságnak, a jó, a bajnokai, majd a színészeiknek nem engednek egy levegőt venni maguktól. De ez tőlem mindig idegen volt. De akkor ez akkor nem csak a saját maga lelki közérzetéről szól, hanem azoknak a lelki közérzetéről, vagy jó lelki közérzetéről is, akikkel együtt dolgozik, nem? Nézzel, hogy mondjam, megint felvágok. Ez én mai napig bemerek menni minden olyan színházba, ahol vezető voltam, mert jól fogadnak. Szóval nem egyszerűen nagyon fontos, hogy az embernek jó legyen annyiba a lelkiismerete, hogy ahol csak lehetett, használt és sehol se ártott. Ez egy alapkérdés. Rengeteg embernek örömet okoz, ha árthat.
De ez most komolyan mondja? Komolyan, mert akkor érzi, hogy ő erős. Mert egyébként kisebb rendűségi érzés van. Nekem nincs kisebb rendűségi érzésem. Sose volt? Nem, sose volt, és nincs szükségletem arra, hogy bebizonyítsam erőnek erejével, hogy én milyen hatalmas és fontos vagyok. Ez hogy tudja egyébként, mert azért nagyon sok művésszel beszélgetek, és azért nagyon sokszor előjön, hogy az embernek az önbizalom hiánya, vagy az önértékelési problémái, amiről nem nagyon szívesen beszél, de mégis benne van szorongásként, azt ellensúlyozandó megy ki a színpadra bizonyítani, hogy, és egyébként valós művészi teljesítményt tud produkálni, de magában hogy nem volt soha ilyen? Tehát mitől érezte azt, hogy jó úgy, ahogy van, jól van? Én nem éreztem azt, hogy jó úgy, ahogy van, hanem úgy éreztem, hogy éreztem a határokat. Jó, de valamit azért szeretnék leszögezni. Ezek között, a művészek között a kellemetlen, agresszív, kibírhatatlan emberek között 100-ból 2 zseni. Azt a 2-t nagyon meg kell becsülni. És ez egy ítélet kérdése, hogy megérezzem, hogy ki az, aki elviselhetetlen, kellemetlen, agresszív, de zseni. És ki az, aki csak utánozza ezt a magatartást, mert rengeteg van. Hát ugyanez van, szóval, hogy mondjam, a színházban meg a filmben a modernség. Hát van egy pár egészen különleges, zseniális ember, aki utat vág. És ezek között vannak rémesek, és vannak, akik olyanokat csinálnak, amiket elvben én nem szerepet, csak éppen zseniális. Na de ez nem több, mint most az előbb azt, hogy 2%, de 5. És valami töménytelen, a tehetségtelen utazó, aki csak a divattal utazik a vizeken. Hogy van szem egyébként a zseninek a megtalálására, vagy egyáltalán a tehetség megtalálására, hiszen van szeme, mert ha nem lett volna szeme, akkor nem ismerni az egész ország, hiszen végül is aki mit tud, óta ismerik magát országosan. Na, igen, de hogy mondjam, hát van hozzá. Kialakult egy látásmódom, amiben persze mindig hozzáteszem, hogy lehet, hogy tévedek. Egyáltalán ez nagyon fontos, erre a mi beszélgetésünkre is. Én mindig a növendékeimnek 51 éven keresztül azt mondtam a főiskolán kezdetkor, hogy én nagyon sok mindent fogok mondani, de ez mind az én véleményem, ami egyáltalán nem biztos, hogy ez az igazság. Azért mondom, hogy maguk meghallgassák, mérlegeljék, és amit jónak tartanak, azt használják fel. Ez volt mindig az indító mondatom. Úgyhogy hát, ezért tudtam elég széles skálán tanítani, tényleg a Csonka Bunditól a Tar Béláig, az elég széles skála. De most tényleg azt hogy látja meg a tehetséget? Azért kérdezem ezt, vagy forszírozom, hogy erről egy kicsit beszéljünk, hiszen akik minket néznek, hallgatnak, nagyon sokszor vezetők feladatuk és létkérdés számukra, hogy megtalálják azokat a tehetséges embereket, akik maguk köré tudnak gyűjteni azzal, hogy a cégnek a működés az minél olajozottabban működjön. Tehát, hogy maga hogy kereste és hogy találta meg azt, aki... Nézze, ennek nincs, ez nem tudatos szerintem, ez egy ösztönös valami, de rögtön hozzá kell tennem, hogy nagyon sokszor van az, hogy azt mondom valakire, hogy jaj, ez nagyon tetszik, nekem nagyon tehetséges. És a legközelebbi hozzátartozom azt mondja, hogy én csalánkiütést kapok tőle. Van ilyen. Ez egy szubjektív pálya. A szubjektív megítélés. Mindenkinek a megítélése. Csak van az egy másik dolog, és az már nem az én választásom, hogy van korigény. Van korigény, amikor azt csinál karriert filmen és színházban, aki munkás, paraszt, tájszólása van. És van korigény, amikor egyszer csak a divat az, hogy a Dustin Hoffmanok a minél ütöttebb, minél intellektuálisabb, minél szerencsétlenebb palikasszárok, és nem a Clark Gable. Ez mindig van korigény. De a korigény és az én igényem az két különböző dolog. Most egyébként mi a korigény? Mit gondol? Hát most a korigényt egy kicsit annyiban elromlott, hogy diktálják. Régen azért a korigény
kicsit ösztönöse volt, jó, nem volt ösztönös, egy proletár diktatúra idején persze, hogy a munkás paraszt hangvétel, de mégis ez a fajta, hogy mondjam, stílust nem diktáltak annyira, mint most. Tehát például, ha itt most beszélgetünk, én magának így mondok egy mondatot. Ezzel elmennék egy filmbe, szinkronba, nem foglalkoztatnának, de filmbe sem. Hát nekem így kéne beszélni. Menj beszélnek a villanyosan, ez az elfogadott film, mert ez nagyon egyszerű és természetes és hétköznapos. Szóval egyszerűen vannak bizonyos korigények. Motyogni az óra alatt, ez most kötelező. Persze biztos, mert süket vagyok, de én már a szinkronizált filmek magyar, a felét nem értem, amit beszélnek. Mert hogy régen jobb volt a szinkron, hát azt gondolom? Sokkal. Hát ahogy mondjam, nézek a televízióban egy filmet, és az első kérdés az, hogy mikor szinkronizálták. Ha ezelőtt 40 éve szinkron, akkor fogom érteni, hogy miről beszélnek. Ha most nézem, akkor azt hallom a zenét, az öreit, mindenki egy kicsit így mondja, hogy beszélget meg, mert a más kérdés, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy egyáltalán nincs szükség a szinkronra, mert ha nem lenne szinkron, akkor mennyivel jobban lehetne például angolul beszélni, mert akkor rá lennél mindenki ebbe kényszerítve, van hogy... Ebbe van valami, csak megint az, hogy hát ugye írtam ebbe a dolgozatba, hogy egy életen át annak voltam a híve, hogy is, és azt utáltam, hogy csak. Szóval annak én nagy híve lennék, hogy sokkal több legyen a nem szinkronizált film. De hogy ne legyen, az egy hülyeség. Is. Szinkron. Is, az is. Számomra ez a... Annak idején azt mondtam, amikor televíziós voltam, hogy hát a televíziót azért is imádom többek között, mert számomra az a tolerancia iskolája. Tehát amikor délután 4-kor megy egy magyar nóta fél óra, és utána jön egy jazz fél óra, akkor a két tábor szokja egymást. Ott marad, és elismeri, hogy ilyen is van, olyan is van. Hát ez lejáróban van, ez a szellemiség. Hát vannak különböző csatornák, tehát nem nagyon van átjárás a Nincs, a tábor csak között. A különböző csatornák vannak. De vannak, szóval hogy az kétségtelen tény, hogy a spektrumon lehet olyat nézni, amit én szeretek, vagy a Euronews-on, hát persze. Menjünk tovább a pontokon. A következőt összevontam, nevesd meg az anyagiakat, a másik ezt követő pont pedig az volt, hogy ne hajszold az anyagiakat. Na tegyünk akkor ebben rendet, hogy... Nézd, ahogy mondjam, megint azt kell mondanom, hogy egy életen keresztül mindenben azt képviseltem, hogy a két véglet a rémes. Erre szokták mondani azt, hogy a langyosokat kiköpi az úr már, mint hogy engem, mert nem vagyok se. De az emberi test hőmérséklete 36 és 7 között. 37 fölött van baj, 35 alatt van baj. Hát erről szól az élet. Ha nagy a forróság, megdöglünk, ha nagy a hideg, megdöglünk. Egy jó temperált hőmérséklet, az, erről szól az élet, számomra erről szól. Erről szól az operában, ahol az egyik oldalon 10% dühös néző azt mondja, hogy legyen úgy, mint régen volt, és egy 10% másik dühös néző azt mondja, hogy csak új legyen, csak más legyen, csak különböző legyen. És közötte a szerencsétlen 80% belga, aki egyszerűen jó előadást szeretne nézni. De most ebbe is ez van, hogy van csak az számít, hogy a pénz, hogy mennyi. Én például nem tudom meg, egyszerűen észre nem tudom, nincs érzékem hozzá. Hogy akinek van már egy pár milliárdja, mi a felének fontos, hogy még több legyen? Egyszerűen nem ilyen. Mit csinál vele? Ugyanakkor, tehát egyszerűen azt a fajta pénzhajszát, hogy most még ezt bejött, ez számomra egy pszichotikus tünet. De az egyébként biztos, hogy pénzhajszat? Tehát nem lehet, hogy az van, hogy az alkotással, vagy a sikerre nem tud valaki leállni? Tehát, de lehet, hogy az van. De hát én ezt utálom, amikor minden arról szól, hogy mennyit fizetnek, de legalább annyira utálom, amikor azt mondja, hogy hát a pénz engem nem érdekel. Miért ne érdekelne? Számomra a pénz nagyon fontos. Hogy jó lakásom legyen, rendesen legyen fűtve, nyáron ne dögöljek meg a melegtől, el tudjak menni nyaralni, el tudjak menni egy vendéglőbe, legyen egy tűrhető kocsa, ez nekem mind nagyon fontos. De már az, hogy milyen márkájú óra van a karomon,
már az, hogy a lakásomban vannak-e márkás képek, már az, hogy a Gucci-tól öltözött, ez egyszerűen, ez nekem idegen. Nagy baj lenne, ha mindenki ilyen lenne, mert akkor a Gucci éhen halna, és az nagy baj lenne. Nekem, én ilyen vagyok. Egyébként volt olyan a munkája, amit azért csinált meg, hogy na jó, ezt megcsinálom a pénzért, mert aztán abból majd utána jó... Volt, de kevés. Mi a legnagyobb luxus? Lehet ilyet kérdezni, amit megengedett magának? Hát először is az, hogy minden nyáron nyaralok, ha lehet, elmegyek a tengerpartra. Sőt, az is nagy luxus, hogy télen is elmegyek a tengerpartra, ha tudok egy hétre. Ezek nem az átlagember ezt nem engedheti meg magának, ehhez pénz kell, ez luxus. De nem külön géppel mentem a tengerpartra. Ott nem olyan szállodában laktam, ahol aranyból van a nem tudom én micsoda, és azt kell megfizetni. Szóval, hogy mondjam, a normális ember fogyasztása. Amennyire szükség, azt én nagyon is igényeltem, és azt nagyon is tanácsolom az unokáimnak, hogy igenis törekedjenek arra, hogy erre mindre legyen pénzük, és mondjuk, és ezt keressék meg. Csak könyörgöm, arra ne törekedjenek, hogy teljesen fölösleges dolgokra tudjanak költeni, meg harácsolni. Hát ebben is az működik, nem? Ami az egész életét végig kísér, és ami nincs olyan interjú, hogy ne mondanák ki azt a szót, hogy mértékletesség, meg arányérzék, és az arányok betartása, hogy az vezet előre. Igen, a mértékletesség, ebben mindig valami szolid polgárit látok, hogy megy egy szolid papa, és azt mondja, jaj, csak mértékletesség. Nem, én egyszerűen nem a végletek elkerülés. Szóval a végletek elkerülése, hogy mondjam, nagyon szerettem világéletemben autózni, és nagyon fontos volt, hogy legyen jó autó. De kiemelkedő márkám vagy luxuskocsom sose volt. És nem is igényeltem, mi a fenének. Szóval van egy hely, hát ezek tőlem idegeneket, gyönyörű. Ott szoktam nyaralni a napos parton Dél-Spanyolországban, és ott van Portobanus. Ez egy gyönyörű hely, ami arról nevezetes, hogy a parti sétányon lépésbe állandóan vonulnak szuper luxus kocsik. Porsche-tól kezdve Lamborghini-ig minden, és ilyen csoda, olyan. Ez nem tud izgatni. Szóval, hogy van, nincs semmi bajom, de nem érdekel. Szóval erre én nem tudnék törni. Arra, hogy legyen kocsim, ami ahova kell, oda elvisz, arra igen. Ne légy hívő, és a következő pont pedig az, hogy ne légy hitetlen. Hát igen, mert mind a kettő hát elég rémes. Szóval a hívőt én idézőjelbe teszem, az, aki valamiért fenntartás nélkül rajong. Tehát akinek nincsenek kérdései. Nincsenek olyanok, hogy igen, szóval hogy mondjam, aki nem meri azt mondani, egyik politikai pártban se, hogy a 80%-ban nagyon jó, amit mondasz, a 20%-ban hülyeség. Ilyen nincs, mert vagy 100%, vagy 100%. Szóval ez tőle mindig idegen volt. Egyáltalán a 100%-ot nem szeretem, meg a 0%-ot nem szeretem, ez is az arányoknak a két véglet. De hát megint a szélsőséges, ugye megírtam azt, hogy ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy egy életen át én azt képviseltem, hogy fűre lépni szabad. Ez eszem a két szélsőség az, hogy fűre lépni tilos. A második pedig, hogy fűre lépni kötelező. Szóval egyik oldalon ez a... Hát mint ahogy oly sokszor elmondtam, elmondom magának ezt a női emancipáció kérdése, ami engem mindig érdekel. Az egyik az, hogy otthon lenni, kötéllyel eltakarni magadat, férjet eltart, gyerek, háztartás, ez az asszony dolga, gyerekre. A másik, ne hagyd magad bekényszeríteni ebbe a házízébe, szabad ember vagy, egyenjogú, igenis, mit csináld? Én meg azt mondom, hogy ez is, az is. Én például ideálisat találtam a feleségembe, aki egyrészt egy remek színésznő,
nagyszerűen játszik, és abban nagyon komolyan felkészül mindig, amikor előadása van, de minden vasárnap a 8 tagú családnak nagy ebédet főz, rendbe tartja és kitalálja a házat, hogy hogyan kell, minek, hogyan kell működni azok. Szóval nekem ez az ideálom, az is. Hát igen, csak nem mindenki tudja ezeket az iseket megcsinálni. Lehet, hogy törekszik rá, csak nem biztos, hogy mindenkinek sikerül. Az egy másik kérdés, de még egy nagyon fontos, akkor válassza vagy az egyiket, vagy a másikat. De arra könyörgöm, hogy ő válassza, ne a társadalom erőszakolja vele. Ne a tradicionálisak erőszakolják be a konyhába, és ne a szűfrázsettek erőszakolják be a munkahelyre, hanem amit ő akar. Mert az egyik ezt akarja, a másik azt akarja. És ez meg kéne neki hagyni, hogy jól érezze magát. Egyáltalán, amit borzasztóan utálok, amikor a társadalom erőszakoskodik, amikor előír. Szóval azt, amikor a szélső jobb oldal tüntet, annál csak azt utálom jobban, amikor a kötelező kvótát írnak elő a feketéknek, meg a néknek, meg lebontják a szobrát a volt gyarmatosítók, az egyik rémesebb, mint a másik. És az egyik feltételezi a másikat. Mindig az egyik a másiktól erősödik. Tehát akkor magyarul, mert folyamatosan bármit mond, tulajdonképpen tényleg mindig vissza tudom arra vezetni, hogy az arány. Az arány. Ez az élet lényege számomra. Az élet lényege számomra az, hogy minden valamilyen arányból áll. Mindenben van valami aránya. A jónak, a rossznak, a hasznosnak, a haszontalannak, a szeretnivalónak, a nem szeretném. Mindennek van valami aránya. És ez szerint kell a dolgokat megítélni. Hogyan követi egyébként azt, hogy mi zajlik a világban? Mert azt tudom, hogy nem tudnék olyat kérdezni irodalomból, művészetekből, történelemből, amire ne lenne frappáns válasz a hozzá kapcsolódó anekdotákkal, mert mindent, tényleg mindenre emlékszik. De például az említett cégfoglalóban tudományos cikkeket említett, a bolygó pusztulásáról értekezett, de hát beszélgettünk mi már nagyon sokszor, akkor a mesterséges intelligencia került szóba, vagy bármi olyan technikai újdonság, tehát hogy annyira sokfelé figyel, de hogy csinálja? Nézze, általában érdeklődök, olvasok, tévét nézek, járok a világba, és hát ahogy öregszem, úgy egyre jobban megállapítom, hogy egyre kevesebbet tudok. Szóval egyre kevesebbet tudunk. Tudja, néha most már ilyenkor az ember a vége felé ilyenekkel gondolkozom, hogy hát te jó Isten, ez az egész emberiség nevű izé. Hát ez összesen mondjuk, hogy hát ha sokat mondok, 150 ezer éves. Hát ez mi? Hát az egy másodperc se az egészben. És ezen belül, amiről mi igazán tudunk, mert valami nyoma van, hát az 6-8-9 ezer év, hát az tegnap. Tehát az egész valami olyan sem. A másik oldalon pedig, ami csak az én életemben az utolsó 40 évben történt, az is rengeteg. De szóval, hogy mondjam, ezeknek a tudatában, persze ehhez ilyen öregnek kell már lenni, hogy az ember ilyenekkel gondolkozol, és ne azon, hogy holnap milyen próbám van. De van próbája, nem? Ha éppen nem is holnap, de hát folyamatosan dolgozik. Hát még eddig dolgoztam, de már nem tudom, hogy meddig fogok. Hát azért meg van ennek is a határ. Hát mi a határ? Én nem tudom, mi a határ magánál, mert ugye most fog elmenni Japánba a varázsfuvalával. Igen, de már aztán nem tudom, hogy mi, hogy, merre, meddig. Tudja, nekem egy örök példám az, hogy én korai ifjúságomtól kezdve nagyon sokat eveztem a Dunán. Én a Dunát imádom, nekem a Duna a minden, nem a Balaton, én a Dunát szeretem. Egy csónakban Konrád Gyurival eveztünk sokat, mint gimnáziumi osztálytársak, meg apám, és aztán sokat eveztem. És aztán elérkezett egy pillanat, amikor az evezés után úgy éreztem, hogy már nem tudom a csónakot úgy kirakni, már nem vagyok olyan biztos a Dunán, pedig hát ez még igen fiatal voltam. És azt mondtam, hogy ennyi. És eladtam a csónakot, és azt mondtam, szóval, hogy mondjam, az egy nagyon fontos, hogy az ember a főiskola, mikor tanítok akkor is, a Zeneakadémia is most tanította, nagyon-nagyon jó, 4 évig remek osztályaim voltak.
De minden évben, amikor elkezdtem tanítani, előtte megkértem a főtanszakvezetőt, Mellát Andreát, egy remek énekesnő, hogy én akkor megyek be az első órára, ha előtte megkérdi a tanítom, a növendégeket, hogy akarják-e, hogy én tanítsam őket megint. Mert abban persze, ha megunnak, abban persze én már akkor nem vagyok ott. Szóval ezt én egy életen át így csináltam. Amikor az operába másodszor visszatértem, és be kellett adnom a pályázatot, az igazgatásom, először csak megbízott igazgató voltam, akkor az operának volt egy 20 tagú vezetősége. És akkor azt mondtam, beadom a pályázatot, de csak akkor, hogyha most kérek 20, a 20 embertől egy titkos szavazást cédulára, csak egy igent vagy egy nemet. És csak akkor adtam be, amikor 19 igent kaptam. Szóval én ezt borzasztóan fontosnak tartom, és ez benne van a tanácsaimban, hogy az egy nagyon fontos mondat, hogy ha nem, nem. Én azért tudtam, azt hiszem, majdnem 43 éven keresztül vezető lenni, mert mindig abból indultam ki, ha hónap nem vagyok, nem vagyok. És az utolsó percben én, amikor lehetetlené tették a helyzetet, le is mondtam azonnal. Hát úgy emlékszem az operáról például azért távozott, mert ugye a béremeléssel volt probléma, hát a kollégák. Hát nem, elvették a költségvetésemnek a 40%-át. Elvették a költségvetésemnek a 40%-át, és nem akarok politikát, de nem ez a kormány. 40%-át vették el, és ennek egy jó részét odaadták akkor egy csomó más célra. És akkor azt mondtam, jó, köszönöm szépen a viszontlátásra. Mert olyan, hogy akkor ezt úgy sporoljuk meg, hogy lecsökkentem a gázsikat, de én nem voltam majdnem. Akkor írta azt a CVAK unikumosról, hogy én mondtam az egyetlen ember Magyarországon, aki azért lemondott, és na most hát ez egyébként, ezért lemondani, hát ez nyugaton egy hétköznapi dolog. Szóval ott az embereknek azt hiszem az a titkuk, amit én talán átvettem, hogy ők nem ragaszkodnak foggal körülbe. Illetve hát ma már ezért egy másik világ van, mert hát hogy kicsit megérintsem azt, ami nekem van, hogy hát azért ezek a mai politikus, ezek már nagyon választás függők, már minden lépésük csak az, hogy jaj, a következő választáson mi lesz. Kérdeztem tegnap egy riportban, amin gondolkozom, csak egy ilyen példa. De a régi vezetőknek volt egy önálló méltósága. Szóval magától is kérdezem, lehet, hogy tévedek. De ha egy ilyen háború van, hogy ez a Putyin megtámadja Ukrajnát, akkor el tudja képzelni, hogy a támadás után 2-3 héttel meg többször a De Gaulle fölhívja őt telefonon? Ezt nem látom magam előtt. Vagy hogy a Churchill felhívja a Hitlert, hogy hát ne bombázzák ezeket a részeket, és akkor én cserébe. Ezt nem látom magam előtt. De hát a De Gaulle és a Churchill el is vesztették a választásokat, mert nem azzal törődtek, hogy ja Istenem, mit szól a választó, hanem egy dolgot akartak megoldani. Na ez a mai napimban hiányzik. Ebből a szempontból egyébként, mert azért ebben a székfoglalójában azért nagyon sommás közéleti megállapításokat is tett. Tehát akkor figyeli, nem, hogy mi történik, igen. Akár... Most például a tanártüntetések kapcsán, hiszen ha van valaki, aki aztán belülről tudja, hogy milyen tanítani, és milyen fontos az, hogy meglegyen egy jó tanári-tanítványi viszony, hiszen előbb is mondta, hogy igen. Akkor megy be tanítani, hogyha gyerekek, hát gyerekek, de minden esetre igénylik azt, hogy öntől akarnak valamit eltanulni, ellesni. Nézd, én nagyon szerettem tanítani mindig, nagyon szeretem a fiatalokat ma is. Hát, hogy mondjam, csak a televízióban látom a tüntetéseket, de biztos elgondolkoztató még a hatalom számára, hogy ennyi jó fiatal arcot látni ott. Hát, ami azért egy nagy dolog. A másik oldala meg, hát tudja, minden olyan, azt is elmondtam ebbe a székfoglalóba, hát az is valami, hogy hát ugye én 51 évig tanítottam megszakítás nélkül a színművészeti főiskolán. Én vagyok a rekorder, senki ennyit nem tanított. És a tanítványaim között van két nemzet színésze,
prima primissima díjas, sok Kossuth érdemes kiválasztott, mind karriercsák. Hát volt olyan év Magyarországon, hogy 7 színház igazgatója volt a növendékem. Szóval nem voltam egy eredménytelen tanár. Hát ehhez képest 2 darab színház és filmművészeti főiskola van, és hát egyiktől egy jó szót nem kaptam a 90. születésnapomra. De ez hogy lehet különben? Ezt egyszerűen tényleg nem is értem. Tehát azt hiszem, hogy az ottani vezetők mindkét oldalon annyira önmagukkal vannak elfoglalva. Annyira. Biztos utána azt mondták, hogy jaj, kellett volna, de hogy vagy, annyira el vannak foglalva önmagukkal. De ez különben bántja, vagy ez csak így megegyezte, mint egy... Milyen... Hát nézd, ezt nem szoktak a dolgok nagyobb, hát ezt megjegyeztem, nem különös. Hát főleg, hát miért el voltam kényeztetve. Hát a opera egy külön estet rendezett a Erkelbe a születésnapomon. A miniszterelnöktől kaptam egy olyan felköszöntőt, amiben sok személyes találkozásunkra emlékezett, nagyon személyes hangú módon. Az Óbudai társaskörben volt egy olyan összejövet, ahol 100 ember jött össze, tényleg a színház és a politikai paletta minden oldal, szóval nagyon boldog, borzasztóan el voltam kényeztetve. Ezt csak megjegyzem, mint színfoltot, ezt a színművészeti főiskolát, hogy hát ott azért valami nem stimmelhet. Ott valami nem stimmelt. Én magam tudom, operaigazgató koromban, hát ha valakinek nálam jubileuma volt, hát az mindig egy eset, mindig egy eset. Volt egy utolsó pontja. Arról van egy tanulságos történetem. Ezt is elmondom, mint élet, helyzetet és filozófiát. Volt egy művésznő, aki 40 éves, azt hiszem 40 volt pályafutása után, elment a színpadról, és kért magának még egy búcsúestet. És azt kérte, hogy ezen a búcsúesten ő a Traviatát énekelhesse. Egy nagyon népszerű művész volt, és akkor én, mint igazgató, azt mondtam, hogy igen, kapja meg a Traviatát, tűzzük ki. A főzeneigazgató meg azt mondta, hát meg vagy te őrülve, hát ezt már nem tudja elénekelni, hát botrány lesz. Mondtam, nem lesz botrány, mert ott akik őt szeretik, azok jönnek el. És... Na most a végén mind a kettőnknek igaza lett, mert tényleg elég rosszul énekelt sok hibával, de szétverték a tanagrát. Mert a hívei nem azt hallották, amit ott hallottak, hanem az elmúlt 40 évet hallották. Na most ez az a kétféle igazság például, ami mind a kettő igaz, de mégis az adott pillanatban mérlegelni kéne, hogy melyik a fontosabb. Hát mint ahogy ilyen velem sokszor volt, hogy ilyen elvtelen mocsok voltam. Mert ugye elmondtam az előbb ezt a esőbe, hogy én azt mondtam, hogy kész, nincs, akkor elmegyünk. Kérem szépen, 20 éven keresztül voltam zsűritag a Monte Carlo-i televíziós fesztiválon, és ott nagy emberekkel voltam együtt. Például az egyik évben egy zsűribe voltam, velem együtt volt zsűribe a Vittoria de Sica, aki hát az én gyerekkorom bálványa volt, akinek a filmjeit imádtam, mint színész, hát csoda volt. Na most, mint kiderült, az ő fiának ment egy filmje, amit a máltai lovagokról készített, egy olyan dokumentumfilm, aminek azaz tipikusan az az alkotás, aminek lehet is díjat adni, meg nem is. Szóval nagyon korrekt, rendes, de semmi különös. Igen ám, csak a zsűri tagjai azok, akkor én keletről jöttem, ők nyugatról, és nyugaton az igazságnak, annak nagyobb súlya volt már akkor, mint nálunk. És első díj szavazás, az Vittoria de Sica javasolta a fiát. És leszavazták. Második, arra is jó. És leszavazták. A Vittoria de Sica egyre jobban. És jött az utolsó forduló, és az utolsó fordulóban már voltak, akik megszánták. És amikor megint azt mondták, hát a Chevalier de Malta, a máltai lovag, hát annak meg...
akkor egy olyan fele-fele arány volt, hogy én voltam az alelnök, és az én szavazatom döntött. És én arra gondoltam, hogy hát ez egy ilyen nagy ember, ennek ennyire fontos. Itt áll nekem 70 évesen, egy magát, egy múlva. Hát ez talán többet nyom a latba, mint már bocsánat, hogy ez a szarfilm jó vagy nem jó. És leszavaztam a Vittoria de Sica-ra. Amire hát a nyugatnémetek, a hollandok, meg az igazság bajnokai leárulóztak meg. És én büszkén vállom. Szóval az igazság az egy kétarcú, mint annak az énekesnőnek az eset. De most én egy életed át ezt követtem, hogy mindig a dolgokban az arányok. Hogy milyen arányban van az, hogy egy ekkora nagy művésznek az élete végén ennyire fontos egy díj. Ami még ez az a film nem volt rossz, csak nem volt jó, szóval nem, tehát lehet oda, szóval nem volt semmi baj belőle. Hogy ez a fontos, vagy hogy csak az igazság, csak. Melyik a fontos? Hogy az a fontos, hogy az az énekesnő kiénekli azt a magaskát az első felvonás végén, vagy az a fontos, hogy még egyszer, akik látják, emlékeznek arra a 40 évre. Szóval ez egy borzasztó fontos dolog, hogy az életben mi a fontos, mi a döntő, minek az aránya. Na pont ehhez passzol az ön utolsó intelme, ami így szól, hogy ne feledd, egyszer élsz. Ez mit jelent? Hát tudja, erre azt szoktam mondani, hogy egy gazdasági példát mondok. Ugye mindig vannak olyan közgazdászok, akik mindig minden helyzetben azt mondják, hogy spórolni kell, meg kell vágni, nem kell adni. Az operában minden átéltem, hogy nem, a kultúrára nem költi, spórolni, egyensúly, ezért minden. Én akkor mindig azt mondtam, hogy én ezektől ezt tökéletesen elfogadom, egy esetben, ha kijelentik azt, hogy ők hívők, és elhiszik, hogy utána, ezután a mennyországba jutalmat kapnak. Ha nem, ha csak egyszer élünk, akkor hogy jönnek ahhoz, hogy embereknek elrontsák azt a 15-20 évét, ami tulajdonképpen az életük? Na most ezt értettem az alatt, hogy egy tudomásul kell, mondok magának valami borzasztó, amivel hát aztán a nézőinek egy csomó engem el fognak átkozni, de azért felavatták a parlament egyik szobájába a Hortinak a mellszobrát. Vagy nem tudom. Na, azt igen. Na most én akkor azt mondtam, hogy hát ezt lehet. Csak szerintem neki is kéne szobor, de a Ferenc Józsefnek is kéne szobor, meg a Kádár Jánosnak is kéne szobor. Mert mind a három alatt volt legalább 15 olyan év, a Ferenc József alatt 40, a Horthy alatt mondjuk 10, a Kádár alatt 20, ami alatt az akkor élő generáció jól érezte magát. És ez számomra fontosabb, mint az, amikor a végén, mind meg az elején aljasok voltak, a végén meg elszúrták. Erről nekem van egy példám, amit mindig sokszor elmondok, ezt még elmondom. Nem is tudom, igen, azt hiszem elmondom, de hát nem baj, ha az ember sok, az is nekem egy tételem. Ezt szoktam mondani mindenki, hogy mindent ötször kell elmondani, hogy egyszer elhangozom. És azt mondják, hogy egyébként követik a politikában. Csak kérem szépen, Sánkhájban voltam, és zsűriztem egy énekversenyen. És az énekversenynek volt egy elnök, és volt 3 nap szünetünk. És az engem meghívott Pekingbe. Vonattal mentünk, és a vonaton beszélgettünk, és akkor elmondta, hogy őt a vörös könyves forradalom alatt kirúgták az állásából, internáló táborba vitték, ott megalázták, összerugdosták, verték, nem adtak enni, elmondhatatlan szenvedésben volt része, a családját kitették a lakásába, de hát aztán most rehabilitálták őket, és most már is mind. Jó, megérkeztünk Pekingbe, és másnap elvitt engem a téren álló múzeumba, ahol egy Liu Shaoqi kiállítás volt. Liu Shaoqi volt valamikor az elnök, arról szól kell.
És kijövünk, és hát mondom neki, ezt nem értem, mert a Liu Shaoqit végül is a Mao ölette meg, ugye? Igen. És ott van a Mao képe fönt, itt szemben. Szóval nézze, mi másként gondolkozunk. A Mao elnökből 70% rossz volt, 30% jó, a 30% képe van kint. Erre szükségünk van. Nagy nép, nagy ország, nagy múlt, mögöttük ott van a Konfucse, ott van a Tao. Szóval így lehet gondolkodni. Úgyhogy két eset van, vagy tényleg a Hortiba azt látjuk, való igaz, aki itt 19-ben engedte a fehér terrort, aki a németek szövetségese volt, a végén rosszul ugrott ki, és aki tehet egy csomó ember haláláról, meg a 200-et, hát igen, ez is lehet, de azt is lehet, amit még az én szüleim mondtak 42-43-ban, hát ez nem így volt még békében. Mert azt a korszakot, körülbelül a betleni konszolidáció utántól, úgy 36-ig mindennel együtt, még akkor is, hogy akkor is volt már numerus clausus, mint a békét fogták fel. Hát, hogy a Kádár alatt, hát bajnok lett a Ferencváros, fasz a gyerek, Kádár János, ez volt az izé, és azt mondta, a Krejszki járt ide is, K-un-K volt. Volt, és előtte voltak ezek a szörnyű kivégzések, és a végén, na de azt írja a Thomas Mann, a József és testvéreibe, a Jákob és Ézsau történetéből, hogy attól, hogy az Ézsau ott elvesztett mindent, a Jákob csele folytán, attól még az egész visszamenő élete nem semmisült meg. Hát attól még az a periódusa az jó volt, szép volt. Nem lehet úgy nézni mindent. Ez, amint mondtam, ez nem vonatkozik a Hitlerre, a Rákosira, a Szálasra, szóval hogy mondjam, ezekre nem. De akik ilyen kétarcúak, hát a Ferenc József, hát azért az aradi 13, hát azért az egy vérlázító dolog volt. De még az semmi volt ahhoz képest, ami utána a Bach korszakban következett. Hát azok, akik a rendszerváltáskor 89-ben visszakövetelték a birtokaikat, azoknak a túlnyomó többségének az őse, az a császártól kapta azokat a földeket, amiket a 48-ban forradalmár magyar földes uraktól koboztak el. Szóval az egy szörnyű. Na de hát utána fölépült Budapest, fölépült az ország, elindult egy valamire való hasznos kapitalizmus, még akkor is, ha borzasztó szegénység volt benne, és a végén elkövette ezt a baromságot a világháborúval. De közte volt az az ézsaui rész. Na most hogy mondjam, én tökéletesen elfogadom azt, hogy se a Ferenc József, se a Horthy, se a Kádár, csak akkor kell találni. Csak akkor kell találni, mert mindig mondom, hogy amikor még Budakalászon laktam, ott az utcát, amiben laktam, úgy hívták, hogy Bethlen Gábor utca. Hát Bethlen Gábor megmentette Erdélyt, és fölvirágoztatta. Többek között úgy, hogy teljesen behódolt a szultánnak annyira, hogy néhány magyar urat is kivégeztetett a szultán parancsára. Komolyan mondom, hogy még hallgatnám, de sajnos van egy pont, ahol vége van egy beszélgetés. Ne, de épp ezt akartam mondani, így hogy elképesztő különben az, hogy innen is hoz példát, onnan is hoz példát, történelmi kontextusba helyez valamit, belehozza az irodalmat, szóval, hogy én nem csodálom, hogy azok a tanítványok, akiket évről évre megkérdeznek a Zeneakadémián, hogy akarnak-e magától tanulni, még mindig azt mondják, hogy igen, mert egyszerűen elképesztő. Egyrészt ez a tapasztalat, jó, ami a 90-es... Nagyon kedves, de hadd tegyem rögtön azzal, hogy mindig mondom, ez az én véleményem, hogy nem biztos, hogy igaz, csak elmond. De jó, hogy ezt elmondta nálunk, és nagyon örülök, hogy itt volt. Köszönöm szépen.